Sziasztok, Anzsi vagyok. Ő pedig itt mellettem, Krisz. Sziasztok! Ma a mai videóban 5 konyhai eszközt fogunk tesztelni, amit internetről rendeltünk, és úgy gondoljuk, hogy megér egy próbát, hogy működnek-e vagy sem. Úgyhogy Krisz fogja elsősorban kitalálni, hogy mik is ezek a dolgok, aztán pedig megpróbáljuk használni is őket. Melyikkel szeretnéd kezdeni? Nem tudom, mindegy, válasz egyet, azt rád bízom. Kezdjük a legkönnyebbel szerintem. Ezt valószínűleg ismeritek már. Jó. Hát ezt elsőre krumpli szeletelő lenne? Uh-huh. De még szerintem tojást is lehet vele, nem? Hát igen, ilyen kis hasábokra. Vagy uborka darabot, ha esetleg nagyon tessék. Igen, elsősorban ez egy krumpli szeletelő, uh-huh. Aztán bármire lehet használni, amire szeretnéd. Hát nézzük, van itt nekem egy tál zöldségem, már előkészítve. És gyümölcs. És gyümölcs. Úgyhogy kezdjük egy jó nagy krumplival, de legyetek óvatosak, legutóbb egy almavágóval próbáltam, és nem lett szép vége. Úgyhogy... Jaj, nem esélye ilyeneket. Csak hogy egyenesen álljon a krumpli. Szeretnéd próbálni, vagy próbáljam én? Próbáltam, nyugodtam. Jó. Nézzük, hogy ez a műanyag krumpli vágó működik-e. Aha. Hát igen, egy kicsit már hajlik, én közvetítem nektek. Nem teljesen akarja az igazságot, lefelé már nem halad. És most így darabjaira. Hát ezt meg kell mutatni a kedves nézőknek, már ha nem kaszabolom össze magam. És kiesett a fele. Tehát érdekes. Igen, itt még egy darab az kis esett. Nem tűnik túl tartósnak. Azt hiszem, majd megnézünk egy olyat is, ami full fémből készült, hogy az milyen, de én úgy gondolom, hogy ezt a műanyagot ezt nem éri meg megvenni. Azt esetleg elmondjuk, hogy mennyibe került? Hát ez azt hiszem 400 forint körül volt, szóval nem volt egy brutális nagy összeg, de nem is ér többet, mint 400 forint. Aha, és vannak behajlások a pengében. Hát, illetve ez bement körülbelül egy centimétert a tetejébe. Hát igen, majd valahogy kiszedjük őket. De most itt hagyom így a legbiztosabb, hogy egyben meghagyom. Pengét is, pengével nem játszunk. Okay. Jó. Mi legyen a következő? Nézzük ezt. Ezt. Ez egy ilyen... fogó. Milyen fogó? Nem talált ki, hogy ez milyen fogó. Valami meleget veszel ki belőle? Nem. Mármint... Vagy ez... Valamit összepréselsz vele? Nem. Nem, lecsöpögteted. Mm-mm. Akkor mit csinálsz? Itt megfogod a cofodat, így befogod, és akkor így szépen kihúzod, vagy... Igen, hasonlít egy fésűre, de nem. Mi, tészta? Nem. Akkor mi ez, feladom? Ez konkrétan, ez az eszköz segít nektek abban, hogy egy hagymát fel tudjatok egyformára szeletelni. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy működik-e. Hát erre én is. Hoztam paradicsomot is a biztonság kedvéért, hogy azt esetleg fel lehet-e. Na próbáld ki, mert kíváncsi vagyok. Nem én próbálom ki, mert akkor tuti eltörik a fésű. Ja, hogy okay. Úgy kell. Aha. És akkor van ilyen két kis lába. És ezen meg lehet tartani. És akkor... Hát azt már elvágtad, mert az egy nagyon pici volt. Jöhet a következő. Jó. Második. Úgy, nyiszereg, nyoszorog. Hát ezt nem vágtad el teljesen szerintem. De elvágta, jó? A harmadik szelet.
nem túl vastag a késem, de alig megy be a fésű közé. Ja, de elvágja, elvágja. És kész. És? Hát... Egyformák, hát... Helyek közel egyformák, én azt mondom. Mondjuk annyiban jó, hogy legalább nem a kezedet vágod. Igen. De mondjuk eléggé rossz hangja van, amikor húzod a kést, és akkor éri ezeket a kis műanyagokat. Egyébként óvatosan kell, mert nem tudom mennyire látszik a felvételen, de nem túl kemény műanyag, szóval odafigyeléssel. Hát, végül is, igen. Mi a véleményed erről az eszközről? Használnád úgy hosszabb távon? Én megmondom őszintén, ezt nem használnám hosszabb távon. Szerintem egy pár használat után igencsak eltörném, vagy idegesítene és kidobnám. Inkább. Én azt gondolom, hogy ha ezt mondjuk el akarod mosni, az sem feltétlenül túl előnyös, nem? Tehát, hogy olyan... Hát főleg mondjuk, hogyha paradicsomot szeletelünk benne, akkor ugye azért ez jobban levedzik meg minden. Igen, és akkor nehéz megpróbált kitisztítani, és így puf, eltört. Tehát ennek túl sok nem kell, hogy eltörjön szerintem. Tehát ha berakod a mosogatóba, és ráraksz egy tányért, szerintem attól is eltörik. Hát valószínűleg igen, mert tényleg nem túl stabilak ezek a kis fogak. Úgyhogy... Azt esetleg tudjuk, hogy ez mennyibe került? Hát ez is ugyanannyi volt, olyan 400 forint körül. De szerintem tészta kiszedőnek tökéletes lenne. Aha. Hogyha nem görbül el ezek a kis fogak. Vagy esetleg inkább nem tésztának, hanem salátának. Annak inkább. Salátának, igen. Mert ugye azt nem tudjuk, esetleg rajta volt egy csomagoláson, hogy hőálló műanyagból készült-e. Nem, ez csak sima műanyag. Igen, ezt nem érzem úgy, hogy anyagából ítél, vagy hőálló lenne. Márpedig akkor a forró tésztát egyáltalán nem ajánlott vele. De egy salátá kiszedőnek ez megfelel. Igen, egy salátára. Arra én is megfelelnek találom. Azt majd később megesszük. Mi a következő? Legyen a következő, még egy fésű. Oké. Ha! Ez akár önvédelmi eszköz is lehet. Nem tudom, hogyha valamit csíkozni szeretnél? Nem. De nem rossz ötlet annak se használni. Ugye? Igen, tudtam. Mondjuk a torta tetején, hogyha csíkokat akarsz húzni. Hát én tudtam. De hát elég hegyes. Nem tudom, valami tészta gubanc kiszedő, vagy gubanctal. Tésztafésülő. Tésztafésülő, a gubanctalanító mester. Nem tudom. Hát ennek a funkciója ugyanaz, mint az előzőé volt. Csak ez már fémből van itt a vége, és sokkal stabilabb, mint a műanyagé. Ja, ugyanúgy beleszúrod, és aha, akkor hajrá. Itt a paradicsom. Beleszúrom. Így. És akkor lehet vágni. Na nézzük. Aha, csak túlzottan belenyomtad, és így a kés nem igazán fér be. Bocsi. Aha, ez szerintem paradicsomnak talán, mintha vékony lenne. Hát ez attól függ, hova akarod rakni. Mondjuk, ez inkább hagymának szerintem, már csak stabilitásából kiindulva is. Hát ez már... Aha, és akkor... Wow! Ha azt láttad? Nagyon szép volt. A mester szakács. Vagy micsoda.
Nagyon szép, vékony szeletek. Hát valahol nem teljesen vágódott el, de tényleg... Azt mondanám, hogy ezek tényleg egyforma szeletek lettek. Igen, és szép szeletek, abszolút. Mondjuk, hát én vágtam. Igen, pont azért lett szép. Én ezt pozitívra értékelem, ezt az eszközt. Mert... Abszolút paradicsom íze van. Viccet félretéve. Te, mint aki használtad, mit szólsz hozzá? Szerintem nem rossz, tényleg stabilan meg lehet vele fogni. Elég masszívak. Úgyhogy... Szerintem ez a fésű, ez jó. Akkor inkább ezt választanád, mint a zöldet. Határozottan. Igen. Az tényleg salátának kiváló, de célját tekintve ez szerintem sokkal jobb céleszköz. Hogyha vékony szeleteket akarunk. És igazából mindenhez használhatjuk. Ugorkához, hát, paradicsomhoz, hagymához. Az igazság, hogy tudsz szerintem vastagabb szeleteket, hogyha mondjuk itt elvágod, aztán kihagysz egyet, és akkor ott elvágod. Aztán megint kihagysz egyet. Szóval ez nekem tetszik. Ezt én is úgy gondolom, hogy ezt tudom használni hosszabb távon is, meg fogom is valószínűleg. Ezzel akár lehet mondjuk uborkát is szeletelni szerintem. Persze, bármilyen zöldséget, réfát is. Ja, úgyhogy ez azt hiszem megmarad a konyhámban. Jó, azt tudhatjuk, hogy mennyibe került? Ez egy kicsit drágább volt, ez már olyan 500 forint körül volt. Úgy gondolom megéri a felárat, tehát tényleg ez már egy használható eszköz. Végül is 100 forinttal több, mint ez a zöld, de sokkal stabilabb és sokkal jobb vele szeletelni. És használható. Igen. Amire kitalálták. Igen. Aminek eladták. Oké. Okay. Jó. Kicsit eltakarítottam. Na, mi legyen a következő? Már csak ez a két eszköz van. Nem tudom, melyik legyen. Legyen ez. Hát ilyen dugóhúzónak tűnik első körben. De fura, azt hittem, hogy ezt lehet forgatni, ezeket a kis kerek dolgokat. Nem. Hát mit csinálsz ezzel? Hát nem tudom, szerinted mit csinálok vele? Hát fogalmam sincs. Hát elképzelni sem tudom. Várja. Semmi. Na jó, mi ez? Elvileg ez egy zöldségspirálozó. Igen. Jó, hogy adattam neked, mert ezt még honnan se találtam volna ki. Azt hittem valami magozó, vagy nem tudom. Nem, ez egy zöldségspirálozó. Soha nem használtam még ilyet, úgyhogy nézzük meg, hogy működik-e. Van itt nekem egy répám. Középen kell bedugni? Aha. Lehet, hogy ez kicsi lesz hozzá. Értem már a logikát. Aha. Kell ez a krumpli. Hát csináljam én? Meg. Szóval visszaszereztük a krumplit. Elvileg középre be kell dugni. És el kell kezdeni forgatni. Aha, jó gondoltam. És lehet használni elvileg uborkának, meg bármilyen másik zöldségnek. Ez működik. Ha! A kutya fáját. Másik irányba kéne húzni, lehet? Hát most már mindegy. Hát, levágod itt a végét. Azt a nagyot. Ezt? Aha. És megpróbáld visszaforgatni? Várjál, ezt le lehet innen venni. Uh-huh. Így jó lesz. És akkor... Csak már meg visszatoltad. Megpróbál. Aha. Kivesszük. Wow! Ez teljesen tömör. És akkor ezt mondjuk ki is tudod sütni? Elvileg igen. Itt a másik része is. Egyszerre két spirált tud készíteni. Krumpli rugó.
ez nagyon menő. Bár ugye a krumplinak egy kis részét használtuk fel. Na igen. Ezt akartam mondani, hogy viszonylag pazarlónak tűnik. Igen. De ha nem bánjátok azt, hogy ezt odaadjátok a gyereknek, ti pedig felszeletiletek a többi krumplit, sült krumplinak, akkor semmi gond nincs belőle. De ez működik. Ez határozottan működik. Én nagyon szép spirált csinált a krumpliból. Ahogy én láttam, nem tudom érzésre milyen volt, de mint kés a vajon úgy ment. Igen, igen, elég könnyű volt tekerni. Pedig a krumpli ugye az nem egy uborka. De most uborkánk nincs, de majd Instagramra fogok posztolni egy képet, amivel spirálozta uborkát, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy mindenképpen kövessetek Instagramon is. Hát ez... Ezzel meg vagyok elégedve, én azt mondanám, hogyha sok salátát készítetek, vagy tényleg van otthon gyerek, akinek tetszik ez a spirálos sült krumpli, vagy spirálos zöldségek, és úgy jobban megeszi, akkor mindenképpen érdemes ezt beszerezni otthonra, mert tényleg igazából semmi perc alatt kész van a spirálozott zöldség. Alapvetően, ha belegondoltok, hogy egy kicsit keskenyebb krumplival próbálkoztok, tehát keskenyebb darabbal, és mondjuk nem tudom, hogy hosszabb van-e, de mindenféleképpen valami keskennyel, akkor kevésbé tűnik pazarlásnak, illetve 10 krumpli után kijön 20 darab ilyen kis krumpli rugó, és az szerintem egy gyereknek az lehet, hogy elég egy étkezésre, vagy... Hát körülbelül igen, vagy szerintem. Alapvetően díszítésnek is teljesen jó szerintem, ehető díszítésnek, mert egyébként nekem nagyon tetszik, nagyon ötletes. Az tényleg, úgyhogy ez is marad a konyhában, úgy gondolom. Na, 4-ből 2. Szerintem ez nem egy rossz arány. Eddig igen. Már itt az utolsó, ami eldönti. A legutolsó dolog. Tessék. Kérlek szépen, én ezen már gondolkodtam, miközben láttam korábban. Én abszolút egy ilyen dinnyelékelőnek gondolnám. Ez az. Ha, Istenem! 5-ből 1-et. 5-ből 1-et eltaláltam. Nem, ezt is eltaláltad, ezt a krumplivágót. Miután ezt is eltaláltam, szóval 2. Igen, hát a női dolgok eltalálása jobban ment. Na mindegy. Igen. Szóval akkor nézzük ezt is, hogyan működik. Igen. Elvileg ezzel lehet díszíteni nem csak dinnyét, hanem más zöldségeket is. Mind a mellett ugye lehet belőlük kis gömböket kiválni. Még szerencsé, hogy vettünk egy dinnyét. Igen, úgyhogy a répából ki tudunk válni egy kis gömböt. Itt van egy jó kis sárga dinnye. Tessék. Hosszába vagy keresztül? Csak vicc volt. Gyorsan kiszedjük a belsejét, aztán folytatjuk a megmutatást. Visszatértünk a magtalan dinnyével. Átadom az eszközt. Nekem? Hát neked. Azt mutatták, hogy szép díszt lehet csinálni a dinnyébe, úgyhogy most belevágok. Előtte megmostam a dinnyét, úgyhogy. Aha. Szóval vágtál bele egy lyukat. Ja, hogy több lyukat is vágsz, akkor elvileg szebb lesz. Igen. Fontos, hogy ne vágjam el a kezemet sem közben. Az elég fontos, igen. Ezekkel a recés dolgokkal elég nagy fájdalmat lehet okozni. Alapvetően elég könnyű használni. De mi értelme a recének? Hát, hogy tálalásnál szebben nézzen ki. Ja, már mint a késen? Igen. Hát gondolom, nem tudom, könnyebben megy bele talán. Áó, a kis ujjam.
Nem, én ezt csak azért kérdezem. Ilyen szép lett a díszítés. Én ezt csak azért kérdeztem, mert szerintem, hogyha egy késsel nekiállsz, gyakorlatilag ugyanezt az hatást éred el, csak kevésbé veszélyes. Mármint itt azért úgy nagyon vigyázik, hogy meg ne csúszson. Szerintem egy késsel... Hát igen, ha megnézzük, akkor itt van az a jó kis porcelán kés. Igen. Egyértelmű. Hogy sokkal gyorsabban lehet vele haladni. Igen. Még azt sem mondanám, hogy ezzel feltétlen szebb mintát lehet csinálni, mert úgy megtépázza a dinnyét, tehát hát nem tudom. Én azt gondolom, ez így nem tűnik olyan hasznosnak. Nem. Kicsit gyorsabban lehet haladni, meg nem olyan veszélyes. Nem olyan veszélyes, és talán szebb is. Hát a vágásnak az élei mindenképpen szebbek. Igen, biztos. Csak vigyázni kell, hogy ne szeregy túl a uralom. Hát igen. Igen. Na nézzük a másik oldalát. Az végül is... Mint egy fagyikanál úgy kell használni. Tehát hát igen, csak kisebbeket. Hogy érted, hogy kisebbet? Hát... Hát rakd át ide. Igen. Hát hogy ezt úgy szokták, hogy csak így... Csak így. Ja. Na hát én mindig azt láttam a jégkrém reklámokban, hogy ugye szépen húzzuk, és akkor ugye a jégkrém az egy szép gömböt ad majd ki. Hát ez meg egy szép fél gömböt. Ahogy görgetjük. De végül is igen, ez is szép. Ez viszont ez jó, szerintem. Igen, ez abszolút. Még van ilyen kis kifolyó is az alján. Úgyhogy... Úgyhogy ha professzionálisan szeretnétek enni a dinnyét, akkor hopp, és ha. Szépen, és mutatósan, akkor szerezzetek be egy ilyen dinnyebájót. De alapvetően nálunk csak késsel meg kanállal szoktuk enni. De inkább csak késsel. Nem tudom, azért közben itt vigyázni kell, hogy ez is igen, menjen a kezedbe. Hagyott egy kis nyomot itt, látod? Plusz még az ingembe is beakadt. Hogyha csak egyedül lenne ez a kis dinnyevájó, akkor azt mondanám, hogy ez itt tök jó, de ezzel együtt elég veszélyes eszköznek nyilvánítom. Szerintem is az. Úgyhogy ha anélkül tudjátok megvenni, csak a vájót, az úgy jó, az úgy praktikus. Lehet vele válni dinnyét, mangót, avokádót, bármilyen gyümölcsöt, amit szeretnétek, szépen tálalni. Biztos. Biztos? Biztos. Ennyi volt mára az eszköztesztelésünk. Én úgy gondolom, hogy 5 eszközből 2 az, ami használható rendesen. A másik 3 az csak dísznek van, úgyhogy nem hiszem, hogy a konyhámban marad. Úgyhogy ezeket, ezt a 3-at, ezt ne vegyétek meg. Na, ne felejtsd el, ne felejtsd el a méltán híres Saláta 2000 nevű varázskiszedő. Csak nem annak árulják. Na mindegy. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a kis teszt videónk. Hogyha igen, akkor feltétlenül dobjatok egy lájkot nekünk, és ne felejtsetek el kommentelni, hogy szeretnétek-e több ilyen videót, vagy sem. De én látom rajtatok, hogy szeretnétek. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. És jó. Mindenképp iratkozzatok fel, ha még nem lennétek feliratkozva. Köszönöm szépen. Igazán nincs mit. Látod, írtam neked a feliratkozókat. Helyes. További szép napot nektek. Sziasztok. Sziasztok.